Sziasztok, ez itt a Shadow University. A mai videón főszereplőjének tökéletesen helytálló az a szólásmondás, miszerint sok rúd disznót győz. Igen, nem másról lesz szó, mint Earl Mackről. Nem is húznám tovább az időt, csak ünnep. Örmek valójában nem más, mint több ezer a háborúban értelmetlenül lemészárolt lélek egyesülése, ami egyedülálló a maga létezésével. Senki sem tudja, hogy miért, mikor, vagy hogy hogyan jött ő létre, múltja a legrejtélyesebb a Mortal Kombat karakterek közül. Egyes történetvonalakon maga Shao Kahn hozta létre mágia segítségével, ám nem számított arra, hogy a lelkeket egyesítő folyamat, ami Örmek testét létrehozta, nem igazán tökéletes, a testét alkotó lelkek öntudatát nem sikerült teljesen elpusztítania. Ez kihatott az Örmekre bocsátott hűségmágiára, ami kiszámíthatatlanná tette a ninját. Shao Kahn emiatt, ha csak tehette, ritkán használta őt, és akkor is olyan küldetéseken, melyeket egyedül is el tudott végezni, és nem kellett tartania attól, hogy Örmek kiszámíthatatlansága akadályozná őt a feladata teljesítésében. A föld elleni invázió alatt vetette őt be először, Örmek egymaga volt az egyik tisztító osztag Kahn seregében. Azt remélte, hogy a megjósolhatatlan cselekedetű és jóformán legyőzhetetlen erejű harcos komoly problémát okoz majd a föld kevés, megmaradt kiválasztott harcosa számára, ám a császár nem számolt azzal, hogy ellenfelei milyen hamar ellentámadásba lendülnek és legyőzik őt. Kahn bukása után az Örmekre bocsátott varázslat meggyengült, ami azt eredményezte, hogy az entitás nem tért vissza hozzá, hanem céltalanul kezdte járni a külső világ pusztáit, míg végül Kenshi a vakkart forgató belé nem botlott. Kenshi a lélekkardja segítségével megszabadította Örmeket a császár varázslatától, és a lényben léte során először önálló akarat ébredt. Miután elváltak, Örmek felismerte, hogy végre ismét saját kezében van a sorsa. Ezért, hogy felmentse magát valamelyest a császár uralma alatt elkövetett szörnyűségek alól, úgy döntött, hogy létezését a jó szolgálatába állítja. Ekkor találkozott a külső világban bolyongó egykoron élt bajnok Liu Kang szellemével, akivel együtt indultak el, hogy megfékezzék a bajnok földön vérengző, újjáillett testét. Köszönöm, hogy megnézted a videóm, ha tetszett, amit láttál, akkor csak egy lájkot, feliratkozni pedig itt tudtok. És kommentbe várom, hogy ki legyen a következő. Legközelebb találkozunk.